Megkezdődött a 2013-2014-es tanév. A szerelem szárnyon jár, régi magyar dalok és versek a Hunyadi téren. Konferencia a romák társadalmi helyzetéről és lehetőségeiről. Megújul a Munkácsi utcai óvoda. Köszöntöm nézőinket, 2013. szeptember 2-a van. Én Kardos Imre Milán vagyok, önök pedig a Terézvárosi Híradót látják. Nézzük híreinket. Ünnepélyes tanévnyitóval kezdték meg a 2013-2014-es tanévet a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolában hétfőn reggel 8 órakor. Az eseményen a pedagógusokon és diákokon kívül jelen volt Kövér László, a parlament elnöke, Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere, Simonfi Márta, alpolgármester, Debnár László, Budapest 6. tankerületének vezetője és Horváth Zoltán atya, az avijai Nagy Szent Teréz templom plébánosa is. Pomizs István, az intézmény igazgatója beszédében kiemelte, büszke arra, hogy az iskola tanulói évről évre jobb eredményeket érnek el, nem csak a kerületi, hanem országos szinten is. Mindemellett külön köszöntötte az első napját az iskolában töltő 74 első osztályos nebulót. Nagyon remélem, ez az intézmény mielőbb saját otthonodnak fogjátok tekinteni, és 8 évig, nem tovább, 8 évig maradjatok itt. Szeretném, ha ti is ülepítenétek iskolánk jó hírnevét, és közösen olyan eredményeket tudnátok elérni tanárítók útmutatás alapján, amelyel később olyan iskolákat, olyan munkahelyet tudok találni, hogy boldog állampolgárként a hazaszolgálatába. Az igazgató úr beszéde után a résztvevők az intézmény tanulóinak változatos műsorát tekinthették meg. Az új tanévben lép életbe a köznevelési törvény több pontja is. Ezeknek köszönhetően elindul a pedagógus életpálya modell. Bevezetésre kerül felmenő rendszerben az erkölcstan, illetve a hittanoktatás. Mindemellett az általános iskolákban délután 4 óráig foglalkozásokat kell biztosítani. Van jó pár különbség is a régi és az újabb világ, vagy akár a tegnap és a mai életünk között. Ma Magyarországon nekünk az a dolgunk, hogy ismét közügyé tegyük az oktatást. Nem egyszerűen köztémává, amelyről mindenki beszél, hanem valódi nemzeti védelmet élvező közügyé, amelyért mindenki dolgozik. Amely mentes a politikai és hétharcoktól is. Ahol senki nem válik nevetség tárgyává, örök emberi értékekről, tisztességről, becsületről szól. Ahol vannak közösen vallott értékek, léteznek értelmes célok, ahol mindenki, tanár és diák is ki tudja hozni magából a legjobbat, mert csak becsületes verseny folyik. Ahol egyre többen érzik, hogy érdemes nekifeszülni és igazán jól csinálni. Ilyen iskolát, ilyen hazát akarunk. Az új tanévben országos szinten 1.360.000 diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 120.000-en kezdték idén az első osztályt. A Terézvárosi kéttannyelvű általános iskolában közel 400 gyermek kezdte meg az új tanévet, közülük 74-en az első osztályt. A művészi és nemzeti kulturális értékké volt a főszerep a Hunyadi téren augusztus 30-án. A Szerelem szárnyon jár című előadásán Faragó Laura népdalénekes, énekművész adott ízelítőt repertoárjából. A szerelem szárnyon jár. Faragó Laura dal, népdal és oratórium énekesként ismert szereplője a magyar és külföldi hangversenyéletnek. Repertoárján Bartók Béla és Kodály Zoltán összes népdal feldolgozása szerepel. Önálló népzenei lemezeket készített. Sokan népdalénekesnek titulálnak, amelyre büszke vagyok, és oka is van ennek a népdalénekesi mi voltomnak, hiszen 1970-ben az első röpipáva népdalversenyen indultam, akkor Szegedi Tanárképző Főiskola énekszakára jártam, ének és magyar szakára, és nagy díjat kaptam. A Segesdi György szobrászművésznek a csodálatos páva szobrát ma is őrzöm, lakásom ékessége. Most sokan látták a Fölszállott a páva népdalversenyt, úgyhogy el tudják képzelni, hogy milyen szenzáció volt az első röpű páva, és annak a nagy díjasának lenni, hát az csodálatos volt. Ezután kikerültem Angliába, Medlisboróba, egy nemzetközi népdalversenyre,
ahol 42 versenyző indult 38 országból, Magyarországról engem küldtek, és ott is megkaptam az első helyezést. Na, akkor elhatároztam, hogy én akkor tényleg a sors kiszemelt és énekesnő leszek. Faragó Laurát munkásságáért számos kitüntetésben részesítették. Megkapta a köztársasági érdemrend kiskeresztjét, a Kulturális Minisztérium által odaítélhető Kodály diplomát, a Magyar Rádió Nívó díját, Béres Ferenc díjat 2002-ben pedig a Magyar Kultúra lovagjává avatták. Meggyőződése, hogy népdalkincsünk letéteményese a mi magyar éneklő ifjúságunk. Most megint népdalénekesi minőségemben vagyok itt ezen a csodálatos Hunyadi téren. Itt laktam a 6. kerületben az Epres kerttel szembe, itt is tanítok a 6. kerületben a Tóth Aladár Zeneiskolában. És annyira megváltozott ez a Hunyadi tér, olyan gyönyörűséges lett, mint ha valami nyugati országban élnék, és egy ilyen nem is piac tér ez, hanem gyönyörű liget. És szombat délelőtt még hangversenyekkel is hát szórakoztatják a közönséget, ez valami csodálatos reneszánsza, valami felszabadulása ennek a mai életnek. Nagyon tetszik az egész előadás, nagyon szeretem a népdalokat, főleg a magyar népdalokat. Nagyon kedves számomra, hogy egy ilyen előadó művésznő szerepel, gyönyörű hangja van. És a népdalt és az összes zenei műsort végig kísérem, mindig itt szoktam üldögelni és hallgatni. Kodály Zoltán szavaival élve, a magyar népdal az egész magyar lélek tükre. A magyar nyelvvel egyidős, a magyarság történelme során kialakult, és az évszázados, évezredes használatban csiszolódott népzenei hagyomány. Anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, és belőle mások is megismerhetnek bennünket. Kész volnék letenni én életemet. 18. alkalommal indul ingyenes angol nyelvi képzés, és 12-szerre számítógép felhasználói képzés idén októberben Terézvárosban. A nyelvi és számítástechnikai oktatás megszervezésének célja, hogy azoknak is lehetősége legyen a tanulásra, akiknek a drága tanfolyamok kurzusai anyagilag nem elérhetők. A képzés eredményeképpen a résztvevők a hétköznapi nyelvi és informatikai kommunikáció szükséges, legalapvetőbb ismeretanyagot sajátíthatják el. A 32 órás képzések 8 hetes időtartamúak. A tantermeket az önkormányzat saját működtetésű iskoláiban biztosítja. Az oktatást a kerületben tanító szakképzett nyelv és számítástechnikai tanárok végzik. A kurzus befejeztével a programot eredményesen teljesítő résztvevők emléklapot kapnak. Az eredményes teljesítés egyik feltétele a tanórák legalább 80%-án való részvétel. A képzéseken Terézváros felnőtt lakói vehetnek részt, életkortól és képzettségtől függetlenül. A kurzusokra jelentkezni a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján az adatlapok kitöltésével 2013. szeptember 23-áig személyesen lehet. A tanfolyammal kapcsolatban bővebb információt kaphatnak a www.terézváros.hu weboldalon. Konferenciát tartott a Budapest Terézvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Ide Tartozunk Roma Közösségi Hálózat augusztus 31-én az Erőműház nagytermében. A romák társadalmi helyzetéről és lehetőségeiről a 2013-14-es év és a választási jogszabályok módosítása tükrében című konferencián több téma is napirendre került, melyre a képviselők közösen próbáltak megoldást találni. A mai konferencián két okból jött létre. Egyrészt szeretnénk arra választ keresni, hogy a választási jogszabályok módosítása az milyen zsákutcákat vagy milyen perspektívákat nyit a roma közösségek előtt. Másrészt pedig a második pontban szeretnénk a választásoktól függetlenül elkezdeni egy olyan együttműködési hálózat kialakítását, amely a lehető legtöbb roma platform között valamilyen együttgondolkodást, együttcselekvést generál,
mert azt gondoljuk, hogy a közösségi érdekek és a közösségi célok azok olyan természetűek, amelyeket csak akkor lehet hatékonyan érvényesíteni, hogyha kiemeljük őket a választások jelentette versenyhelyzetből, és azt gondoljuk, hogy az élet az több, mint 4 évente a választási versenyben való részvétel. Igazából azt szeretnénk megvizsgálni, hogy ezekkel az együttműködésekkel megteremthető-e, újra szervezhető-e egy hatékony, korszerű roma mozgalom. A 14 új építésű összkomfortos Szondi utcai lakás bérleti jogára lehet pályázni augusztus 30-áig. A pályázatokat addig írja ki a Terézvárosi Ingatlan Fejlesztő és Beruházási Kft., amíg az összes ingatlan bérlőre nem talál. Így azoknak sem kell aggódniuk, akik a jelenlegi pályázati eljárás határidejéről esetleg lecsúsztak. A szóban forgó ingatlanok teljes körűen felújított épületekben találhatók, 47 és 66 négyzetméter közöttiek. A Szondi utca 42/B-ben emeleti, míg a 42/C-ben tetőtéri, erkélyes lakások vannak. A lakások előzetes telefonos egyeztetést követően megtekinthetők. Minimális bérbevételi kikiáltási áruk van. A nyílt egyfordulós versenytárgyalásra szeptember 9-én és 10-én kerül sor. €200 millió újul meg 2014 őszére a Munkácsi Mihály utcai óvoda Terézvárosban. Az önkormányzat a Széchenyi terv nevelési intézmények fejlesztése című pályázaton nyert uniós forrásból újítja fel, és bővíti új csoportszobákkal és tornatermekkel az intézményt. Az óvodát építkezés idejére a Munkácsi utca 23 szám alá költöztetik át. Az épület felújítása, bővítése, akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése mellett a pályázati kiírás a 60 fős, 3 új csoportszobás bővítéshez szükséges eszközök beszerzésére is lehetőséget biztosított. A bővítés és a korszerűsítés oka, hogy Terézvárosban évek óta emelkedik a születendő gyerekek száma, illetve az új jogszabályok szerint már 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás, amihez az önkormányzat szeretne minden feltételt megteremteni. Önök a Terézvárosi Híradót látták. Én köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk, mert nem sokára folytatódik műsorunk. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket a képernyőn látható telefonszámon és e-mail címen. Viszontlátásra!